No, véget ért a bőrze. Sikerült alaposan bevásárolnom. Pont az jutott eszembe, hogy majd a NAV-nak megmondom, hogy hát bocs, ide az adópénzemet azt kis autókra költöttem. De hát ez sajnos így nem működik. Úgyhogy majd azt is intéznem kell. Lényeg az, hogy a kicsi mesékhez most sikerült tankot, öreg autót venni. Nem is tudom, buszt is szereztem. Olyan autót, ami majd balesetet szenved, mert ilyen sérült autókat is árulnak fillérekért. Tehát olyan autó, ami majd a mesébe balesetet szenved, sőt, lehet, hogy ki is gyullad, és akkor majd jönnek a tűzoltók. Úgyhogy, hát igazság szerint, ha az ember beszabadul egy ilyen helyre, akkor nehéz ellenállni a csábításnak, bár nyilván az igazán értékes kis autómodellek azok ilyen több ezer, 6, 7, 8, akár 10 000 forint fölöttiek, amire azért, megmondom őszintén, sajnálom a pénzt. Ugye két szenvedélyem van, az egyik a gombfoci, a másik a kisautós mesék, bár mostanában inkább a mérleg nyelve a kisautós mesék felé billent el, úgyhogy főleg azokkal vagyok elfoglalva. Remélem a kocsi kulcsom megvan, jó van, megvan. Úgyhogy itt vagyunk Budapesten most már másfél hete. Most megyek vissza a szálláshelyre, és hát szervezem a jövő heti munkáinkat, mert ahhoz, hogy kis autókat tudjak venni, sok munkára van szükségünk. Na, megvan a kocsi nyitója. Meg még kell videót is vágnom. Tündi nem jött velem, mert ő a kis autókat csak így örül neki, hogy van, meg megnézi a meséket, de igazából szerintem egy ilyen bőrze annyira nem izgatja föl. Úgyhogy, hát bízom benne, most van november 7-e, tényleg uncsi tesómat föl kéne hívnom. A zene elindult a kocsiba rögtön. November 7-e van egyébként, ez egy neves nap volt annak idején az életünkben, aki még az én generációmhoz, vagy a nem is tudom mihez tartozik.
nagy októberi szocialista forradalmat ünnepelték novemberben, ugye ezt mindig elmondom poénból, hogy más naptárt használtak az oroszok annak idején, a szovjetek, és nekik a november az még október volt. Szevasz, Zsolti! Halló, szia Zsolti, Bot Gabi vagyok. Szia. Na tesókám, boldog szülinapot, Isten éltessem. Nagyon szépen köszönöm. Mennyi is ez most? 45? 46? 47. 75-ös? 74-es. 74-es 74. vagy? Mm. Én nem tudom, miért emlékeztem arra, hogy 75-ös vagy. 74-es, te meg 70-es út. Én 71-es. Na tessék, mindenki egy évet téved, látod? Igen, igen. Én szeptemberben voltam a 5. X-nél. Hát ez már komoly idő azért. Na, ne aggódj, te is eléred hamarosan. Igen, én is elérem. Na, mit csinálsz? Úgy vagytok. Jó vagyunk. Most ébredezek, mert kicsit filmeztem éjszaka, aztán aludtam. Hívtalak már, csak még gondolom, hívtalak akkor aludtam. Volna, láttam, hogy hívtalak volna. Jó van. Nem tudtam a számodat, de visszahívtalak volna. Na, mert elmentheted ez a számom. Na, Isten éltessen, tesókám, és vigyázz magadra. Téged is, kis vigyázzatok, és minden jót kívánok. Szia, és szia. Nagyon szépen köszönöm. Szia. Nagyon szépen köszönöm. Szia, szia. Na, uncsi tesóm. Igazából az egyetlen olyan rokonom, olyan közeli rokonom, bár van még másodunoka tesóm is. Ugye nagy, anyai ágon már senki nincs, apai ágon sincs senki, nagynéném van még, de vele nem tartom a kapcsolatot. Megvan annak a maga oka, úgyhogy a nagynénémnek a fia. Na, akkor tesóm Zsolti, úgyhogy na, indulás. Itt állsz a fejed, Zsevike? Itt jó? Az ablakban? November 16-a van, tegnap jöttünk haza Budapestről. Majdnem 3 hétig voltunk kint. Annyira nem volt eredményes ez a 3 hét, mint amennyire szerettük volna, hogy az legyen. Nem tudtunk annyit dolgozni, amennyit kellett volna, mert egyszerűen vagy helyszín nem találtunk, vagy az alanyok nem jöttek el, vagy ez, vagy az, vagy amaz. Teljesen nem volt jó. Tehát kevesebb ideig kellett volna ott maradni ennyi munkáért. De most már mindegy. Legközelebb több szerencsém kell, hogy legyen, meg okosabban kell szervezni. Most viszont muszáj kimenni a kertbe kaszálni. Úgyhogy jönne minden okosz a gépet.
van itt fent sziket. Micsoda? Sziket. Van itt fent sziket? Megnézem. Akkor csak lent van ott, ahol... Én egy igazán türelmes Vodafone ügyfél vagyok. Nézzük csak, azt mondja, hogy pontosan, nem tudom mennyire látszik, de 1 óra 4 perc, 59, 1 óra 5 perce várom azt, hogy a Vodafone ügyfélszolgálat felvegye a telefont, mert szeretném módosítani a szerződésemet. Persze lehetne ezt online módon is megtenni, mondjuk a Vodafone alkalmazásban, vagy a Vodafone-nak az internetes felületén, de történetesen... Kérik, tartsam a vonalat. ...már Vodafone applikációkon keresztül, akár adatot is vásárolhatsz, feltöltheted egyenlegedet, illetve befizethetett számláidat. Tehát vásároljak, töltsek fel, fizessek, de szerződés módosítási opció jelenleg éppen nem működik, illetve hát ez nem jelenleg van, hanem most már 2-3 napja. Nem baj, egyszer csak fölveszik a telefont. Egy óra 23 perce hívom a Vodafont, de az ügyfélszolgálaton csak kellemes zenét, és néha egy női hang búgó hangon, nem. Néha egy női hang búgva közli, hogy menjek fel az applikációra vagy az oldalra, és ott fizessek, vagy fizessek. Ime. 1 óra 23 perc 39 másodperc. Nem tudom, hogy látszik-e majd, vagy elmosódik. Mindegy. Na, úgyhogy most már feladom. Ping!
Te próbáltad-e már a szántást? Határon szántottam. Határon már szántottál? Tetszik ez a traktorozás? Tetszik ez a traktorozás? És mi akarsz lenni, ha nagy leszel? Ilyen gépész. Gépész? De te is népszapa nyomdokaiba, nem? Te is szántasz ezt, azt, amit. Jó van. Te azt mondja, Zsolt, meg kellett volna trágyázni. De hát tavaly volt trágyázva. Úgyhogy itt jó sárga itt ez a föld, ott végig fekete, itt van ez az agyagos rész. Tudom, Petró Tibi mondta, hogy ne szántsunk, így úgy, és csináljunk ágyást. De hát aztán mégis így alakult. Milyen szép madár repült. Az águnkra is szállt. No nézzük, van három kelbimbó, amit kiszedtem, és ezeket most beviszem. Csak tudjam megfogni egy kézzel. A kert utolsó ajándéka, valamennyi kis kelbimbó még van rajta. Úgyhogy na jó van. Tavasszal lesz bornálás. Végszóra a harang is megszólal. Kutyázol? Maci kifli. Igen. Őrizni kellett, mi? Nem, hát ő is evett ügyesen. Mert bableves volt, igaz? És te szereted? Bableves tettetek? Házikosztot. Reggelire? Reggelire bableves tettetek? Házikosztot. Ne, az? Annyit kaparnak, itt lebontják a házat szinte. Igen. Na de kifolyta az a száraz, az ott lent van, és ott fedik ki. Na jó, csak itt meg úgy kikaparták a házalját, hogy... Tudom, ezt raktam vissza. Ezt visszatemettem már. Aha. Na mi van, kifli? Mi van, kifli? Kiflike! Mi van, Maci? Kiflike! Maci! Kiflike! Jó van, csak! Te is jó van! Te is jó van! Mindenki jó van! Jaj, de jó vagyunk! Jaj, de jó vagyunk! Poros kutyák! Gyorsan meg megy, hogy mit lehet megenni. Igen. Na, kisütött a nap is. Na, ennyi kelbimbó lett? Hát figyelj, ez is egy adag leves, vagy egy levesbe való, nem? Igen, de nem fejlődtek olyan szépen a bimbók, hát tehát nem itt, nem... Nálunk nem szereti. Na, de... De várjál, yes, hát azt a részét szép. Meg lehet enni, nem? Persze. A többit van egy nagyon. Pár szép is. Jó van. Igen. Na, az a lényeg. Valami van. Ez csak rapi. Hát nem mindjárt, azt nem lehet megenni? Hm. Meg lehet azt is, nem? Hát jó, csak ez kint volt, és ezt kb. Ki kell dobni, de... Le kell szedni a széleit. Uh-huh. Ez kápoca féle? Az. December elseje megérkezett. Hú, naptári tél első napja. Ahogy kell.
menetrend szerint kell mennem fáját, Tündi már adott a kutyingó enni. Most fordítva kaptak, vagy mi? Hát mindig én fordítva adom, először a kicsinek a jobb oldaliba, aztán a tál. Hát azt már rég odaadtam, már esznek már ide. Kíváncsi vagyok, meddig marad meg a hó. Na jó, mindjárt megyek fájére. Mi az? Mi az? Hó van! Igen. A zsemi persze szokásához híven. Csak a csapból szeret unni. Igaz, zseme cica. Na, így el. Cuki vagy, hogy lesöpölted a havat. Micsoda? Nem tudtam te eddig, hogy én ilyen cuki? Nem tudtam. Te eddig, hogy én ilyen cuki vagyok? Ja, de tudtam, de ezt mindig el kell mondanom, hogy emlékeztesselek téged is el. Szia, kifli! Mi a helyzet? A meleget biztosító tűzifa. Egy ilyen kosár tűzifa körülbelül egy napra elég. Hát hogyha délután gyújtok be és hajnalig rakok rá, mondjuk egy szekérnivel, amikor hoznak, az körülbelül azt mondja, hogy még 925, hát számoljunk úgy, hogy 30 ilyen kosár tűzifa van a szekéren. 30? Hát lehet, hogy van 40 is. 300 lej, osztva 40-nel, az 5, hát az nagyon sok, 6x4, 7x4, 70 napra elég, az nem, biztos egy ilyen szekérfa nem elég 70 napra. Szerintem... Na már nem is, elfelejtettem, hogy számoljam ki. No, 40 kosár. Negyven kosár. Tehát mondjuk 30-40 napra elég egy szekérfa. Akkor elosztom a 300 lejt, a 10 lejre jön ki. Aha, 10 lejre jön ki körülbelül egy napnak a fűtése, az 700 forint. Mert hogy 300 lej egy ilyen szekérfa fölvágva, az 21 ezer forint. Elosztom mondjuk 30-al, 40-nel, 40-nel, nem egészen 10 lej, legyen 500 forint mondjuk forintra számolva. Igen. Mit csinál itt apa? Mit csinál itt apa? Igen, apa válogatja a fát. Ne menjél be, kifli! Beszokott jönni, nézelődik. Nézelődsz? Csak mindig oda kell tennem mindent, mert bejönnek ide pisírni meg. Uh-huh. Ott már látom kapart is valamelyik. Bészöktek? Mi? Mondjuk ezen bészökik. Ezen is bészökik.
Hát az a baj. Mostan én erőddé kell változtatni. Igaz, Kifli? Na mindegy. Tehát számoljunk úgy, hogy 500 forint egy napra a fűtő. Az mondjuk fél évig számolom. November, december, január, február, március 5 hónapig. 15 000 × 5 × 10 = 55 × 5 = 75. Hát igen, jól számolom. 75-80 ezer forint egy téli szezonban a fűtésünk ezzel a fával. Mi van, Kifli kutya? Kifli kutya! Te egy csoda, mint szapához? Nem. Én megyek ki most már. Mi van, te vagy a visszük a fát be. Jó sok víz, tehát ez legalább másfél-két kiló. És így néz ki a fűtőszál. Nem idén. Durva. Kandallóban dobolt tűz, én pedig a kicsi meséhez éppen gyártom a kellékeket, vagyis a kicsi mesékhez, nem egyhez, hanem többhöz. Éppen utat festek, vagyis rajzolok. Na, alakul a meséhez a téli díszlet. Bizony. Sziasztok! Jó estét! Jó estét! Szerintem. Szerintem. Ma találkoztatok? Igen, igen. Persze. Igen. Te vagy a szakács? Jó, izé. Szia! Kisüti? Legalább legyen majd bizonyítékony, és itt fogtam. Kicsi autót megint át kell hozni. Mi a bomba? Nem vette be a rükszert, ezt a nagy gyajöttünk. Rakétát bévettej? Hogy? Rakétát bévettej? Milyen rakéta? Hatják rakéta. Az árbeti tehát rakéta. Rakéta. A rebeti az rakéta. Igen. Ja. Egyesbe megy. Csak ugye orral állok, s le kell tolnom. S... A rakétával mikor tehet ingyen? Fölhúzom azt a izét, azt a váltó izét, és, mint hogyha megakadna ott valamibe. Hát akkor rá van izébe. Nem van ott. Hát ugye románul van tulajdonképpen. Vett a feleségének egy új kocsit. Régi tönkretett. Két kilométer, meg a rögtön a flekken. Nem, menj, no. Kéne kérdezni, így a flekken. Nem? Kint az udvaron. Elutána ma bolygatom. Mit öntesz rá? Szilvafálinkat? Igen. Na, aludj az a szilvafálinkat. Nem, most komolyan. Isten az én. Víz. Ja. Vizet úgy, csak hogy állongoljon. Ne. Nagyon csak az illúzió romboló itt. Na jó. Jól néz ki. Láttam, hogy írtál, csak későre vettem észre. Micsoda? Láttam, hogy írtál, csak későre vettem észre. Jó. De akkor már hittétek, az mi? De ebben nem tűnt a valamit. Jó, most. Jó, vettétek. Köszönöm. Oh.
bekented a gyárnököt is. Ne is ne értesem! Jaj, köszönöm! Úgy kell kívánságot! A Imrének adottál volna egy nyelveset. De nem Imrétől kaptam. Imrétől. Igen, talán. Egyebát kapott Imrétől. Na ennyi is. Egy nyelveset adottál volna. Hány éve kap egyébként? Mi majd, nekünk majd csak januárban jön az advent. Ne! Hát most tehát nekünk is alakult, hogy ez már vég meg tud csak... Mi a bolt bent? Van szarvas is minden. Jó, szinte járt az idő. Pont... Pont ott a sasebben. Ezt használom mostanában mindenre. Mely? Így húzod, és így szépen úszik a tomára. Tehát nem így dünn, hanem ilyen. Szép, hát nem biztos. Jaj, megjött a süttemete. 9-es? Igen, nem elvette. Ennyi volt. Kész, még se kell. Nem, itt fogom lefócukra. Ez mi az? Régebb is volt a GoPro. Elkattintok. De ez már nagyon-nagyon jó stabilizál. Már ilyen 6K-s. És hogy ki? Azt még nem próbálsz. Ez nem húzza oda. Oké, ez ne. Nem látom különbséget a 4K-s, a 8K-s. Ilyen süti faló. Süti gyilkos. Csere mutassák valamit. Mit kell? Szép a torkom. Apu számít, hogy... Jó rakkes, mi? Majd az ásókapában meglátod. Ha négy kársítókos videó, tévé nem négy kárs. Nem tudom. Na, megjött a süti. Van négy kárs adás, de ez nem... Olyan, mint egy jó pehely. Micsoda? Vagy egyet ilyen sorhatok? Hát az alakja, nem lehet? Mi az alakja? Kicsi Bence, leszel-e te a gyújtó? Jó, hát mindig az anyu akkor így. Bence, gyújtasz-e? Add ide. Igen, csak el kéne súzni. Nem tudom, miért nem akarja. Jó, sem már se sikerült. Bencu, ugye muti meg, hogy te mutat. Ez még meleg. Ez a bal. Az még bal. Nem, annyira már nem fogok. Gyere, Bertuka! Nézd te! Milyen honfoglaló van? Románia? Több, nem ilyen. Wow. Hogy néz ki, több ország van. Bence! De mutasd meg, hogy tanultad. Aha. Nem csak... Sok olyan kérdések is oda szólnak. Mi? Mit csinál? Gyere, gyújtsd meg! Te jaj! Hát, ne szem. Románok, a kérdések is románul vannak. Haha! Hát, de! Nagy felültek. A kérdések is románul vannak. Amelyik országot változó, nyilván vannak a kérdések is. Nem jó ez. A másodikat, ezt kérdődik. Igen, román nyelven van. Azt? Jó, az románatok román nyelven van a kérdés is, szerződ. Jó, szerződ. Sokért, tudom. Azt mondja, hogy trivia door. Cégé, nem mondja. Románia. Jó, ne gyújtsad meg. Honfoglalós, a másképp a románul írja, trivia door. Angol, hogy írja, németül. Nem mondsz így rá. Ma kell megsülteni a kocsa, haza meg. Kész! Ügyes vagy, na ezt tedd a kagylóba. Én! Ezt tedd a kagylóba. De milyen csináltatok? Milyen kocsak? Vízbe, beáztasd bele. Volt egy hang. Igen, kész. Na, tedd le a kagyló szélére a gyufát. Kagylóba szóra tedd le a kagylóba. Kész.
Ne aludj már! Hogy tovább lenne hagyjál te? Te felvettél 8-at, mint csak 7-et. Ugye? No. Milyen vicces? Na tűnik egész. Még rá, hogy csinálsz? Mindjárt. No, szeretete is. Mert itt tűntjelte. Tűntjelte? Micsoda? Akkor egy 7-est. A kérdezem! Kíros számai! Ez olyan ki lehet? A Mikolás! Nézze meg a Malini! Igen? No. Jó helyen járok-e? Igen! Jó helyen jár a Mikulás! Igen! Hát, sziasztok, gyerekek! Köszönjetek! Köszönjetek! Jó napot kívánok! Kívánok! Aztán jók voltatok-e? Igen! És tudjátok, hogy én milyen messziről jövök? Igen! Na, honnan jövök? Te tudod? Igen! Igen. Na honnan? Északi-sarkról. Ügyes. Északi-sarkról jön a Mikulás, igen? Igen, igen. Én ide leülök, mert nagyon fáradtam. Nagyon messziről jöttem. Foglalj helyet. Vártunk nagyon. Jaj. Hol a szék? Itt a szék. Aztán tudtok-e valamit szép éneket? Tudunk. Igen. Na melyiket énekeljük el? A szakán. Jó, na kezdjük el. Na halljuk akkor azt a szép énekeket. Télapó itt van, hó a subája, íz a cipője, lenk a szakán. Verset kimondja el a Mikulásnak. Tudtok verset is? Hát ez nagyon jó. Gyere, menjünk közelebb, hogy hallja, mert már nagyon öreg. Igen, igen, itt a fülembe mondjam azt a verset. Esik a hó szaporán, hegyen, völgyön fut a szán. Rajta ül a Mikulás, hozza tele put. Hova szabad? Szabad. Sziasztok, gyerekek! Jók voltatok-e? Igen. Én csak a jó gyerekekhez szoktam ám menni. Biztos, hogy jók voltatok? Igen. Tanítónéni, igazat mondanak a gyerekek? Igen. Na jó, akkor bejövök hozzá. Aztán ti tudtok-e valamit énekelni? Igen. Biztos? Na jó, lemegy, oda megyek előre, leülök, mert nagyon messziről jöttem ám. Tudjátok-e, hogy milyen messziről jöttem? Az északi sark. Az északi sark? Hát onnan, igen. Jaj. Ott még nagy hó van, itt viszont látom, még idén nem esett a hó. Jaj, leülök ide erre a székre, mert nagyon fáradtuk. No, akkor mondtok-e verset, hogy énekeltek-e nekem? Mondjuk egy verset, ugye azt mondjuk. Igen. Szabó, László, Téla, Kovárás. Most egy picit maradjatok csöndbe. Mondjad? Kiszautatós mesék! Na próbáld meg egybe kimondani. Kiszautatós mesék! Kiszautós mesék! Ez az! Na még egyszer. Kiszautós mesék. Kiszautatós mesék. Na nem. Próbáld. Kiszautós mesék! Kiszautatós mesék! Kiszautós mesék! Kis autós mesék! Jó, mesék! Most még egyszer. Kis autó. Kis autó sem? Igen. Kis autó. Nem kis autó. Nem kiki. Ez lesz a jó. Kis autós mesék! Hát már nem jó, mert mesék. Végére elfelejtetted. Kis autós mesék. Kis
Most mesék! December 12 van. Délután 1:30. Vasárnap. Vittem a kutyáknak enni. Legalább 10 fok volt kint, vagy 12, melegen sütött a nap. Tiszta március. Na, igaz, kicsit fúj a szél. Reggel 8-kor elvették a villanyt, most délután 1:30. 5,5 órája nincs villany a faluban. Ilyenkor nem lehet semmit csinálni, illetve biztos lehet, az előbb olvassa egy kicsit. Elálmosodtam. Olvasni jó, csak elálmosodom. Na, ezt nem hiszem el. Pont amikor videózni kezdek, akkor kapcsolják vissza a villanyt. Létezik ilyen. Na most visszajött a piros pötty. 11-re jöttek volna fotózásra. Karácsonyi fotózásra. Le kellett mondanunk. De utána 4-re meg, 4 után meg jönnének barátaink ebédre. Délutáni ebédre, vacsorára. Én álmos vagyok, és aludni akarok pedig. Meg kéne főzni a meggyes csirkét. Tündi lement kávézni a kocsmába a Rékához. Mindjárt hazajön, biztos már visszaadták a villanyt. Elfelejtettem mondani neki, hogy hozzon sajtot. Az is kell a csirkéhez. Tepsibe fogom megsütni, úgy szoktam, hogy megsütöm. Rámegy. Most zab, meg köles köretet akarok csinálni. Nem rizs, addig rizssel csináltam mindig. De most akarok aludni egy fél órát. Vagy nem tudom. Akik jönnek fotózásra, azt mondták, hogy este 7-ig jó nekik, úgyhogy be kéne gyújtani a hátsó szobába. És akkor egy óra múlva, 3 óra múlva meleg lesz. Hát igen, csak közben főzni is kéne az ebédet. Basszus, hát nem hiszem el, hogy így elveszik a villanyt, hogy nem is szólnak. A Románia, ez tiszta Balkán. Tényleg álmos vagyok. Pedig eleget aludtam be. Viszonylag normális időbe lefeküdtem. Éjfélkor? Egykor? Egy körül szerintem. És aludtam 10-ig biztos. Mégis álmos vagyok. Mert hogy az idő most nem annyira süt a napként. Aztán megint elvették, és megint visszaadták a villanyt. Főzni, Tünde mindjárt szalontüdőt csinál, én csinálok. Meggyes csirkét. Ez pedig füstölt sajt. Ami azért kell, hogy a csirke tetejére tejföllel és tojással és fokhagymával, vagy ilyen fokhagyma valamivel összekeverve ráöntsem, s rásüljön a kaja tetejére. Szóltam bele. Nem. Jó van. Ügyes vagyok.
Zsömi, te is kapsz tejfölt, mit szólsz hozzá. Jó lesz? Nekem is hagyja le. Neked is? Uh-huh. Mennyit? Hát van mennyit. Két-három tanányit. Jó, van, ne izgulj annyira, Zsömi, mindjárt kapsz. Ennyi elég? Uh-huh. Biztos? Ki akarták dobni? De ki szokták? Nem szokták belerakni. Nem szokták megcsinálni. Itt nincsenek szalonok. Kutyák meg szokták dobni. Nem baj, megnéztem. Fokhagyma. Így egybe meg kell főzni, vagy mi? Uh-huh. Igen? Ja, megnézted a YouTube-on. Nem, megnéztem a receptet. Hát én csak enni ettem. Uh-huh. Nem tudom, hogy kell csinálni. Most kipróbáljuk. Azt írják, elő kell főzni. Tojás nem kell. Na majd a sütihez. Há, jó, akkor mégis fel kell menni a boltba a negyedszer is. Mi, mennyi tojás hoztál? Ötöt? Négyet. Azt hát, hittem egy tízes legalább hozol. Hát. Nem hozok egy tízest. Hát ha lemész a boltba, akkor miért négy tojást hozol? Azért, mert négy tojásra volt szükségem. Hát oké, hogy neked igen, de arra nem gondoltál, hogy még kell talán tojás? Arra nem gondoltál, hogy esetleg szólj, hogy neked is kell tojás? Hát eleve kell tojás, egy csomó mindenhez. Hát most csináljuk a kaját, érted? Nem értem. Miért nem szóltál? Nem értesz. Legalább menjünk le. Thank you.
Úgy néz ki, mint a hurka. Hurka? Miért is? Ha nem, hát ilyen, mintha ilyen darabkákra van, arra forró, mi? Mi nem ütöd le hideg vízbe? Mi már nem mostad? Hideg vízbe? Na jó. Kizsíroztam a tepsit, és a besózó csirke mellett most beletesszük. Addig mindig rizs került alá, vagy valamilyen köre, és úgy készült ez a medgyes csirke, de most úgy döntöttem, hogy mivel más köret lesz, köles és zab, ezért most külön készítem el a ezt a medgyes csirkét, mert ki tudja, hogy a köret maga ízleni fog-e a vendégeknek, vagy sem. Így mi? Jó, ez be van sózva, meg van sózva ez a csirke, mell kockákra vágva. Erre jön a medgy. De lehet, hogy érdemesebb lett volna a próbra vágni, de most már mindegy, ez durván egy üveg medgybe főtt. Így, remélem mag nincs, de ahogy nincs, itt van például egy. Remélem több mag nincs benne. Az egész ötlet onnan jött egyébként annak idején, hogy amikor Újpesten laktunk, ott volt egy kínai étterem, és nagyon finom medgyes csirkét csináltak ott, Tündinek az volt a kedvence. Nyilván nem így készült, teljesen másképpen, de én kitaláltam, hogy én is készítek medgyes csirkét Tündinek, és én így csináltam, hogy főtt rizst tettem alulra, rá a csirke. És rá a medgy. És most még erre jön a sajtos, tejfölös, tojásos massza, amiben van fokhagyma granulátum és citrombors is. Ebben nem tettem sót. Nem tudom, hogy kellene-e még sót tennem az egészre. Így. És akkor ez megy be a sütőbe. Készül hozzá a köret.
meglátjuk, hogy milyen lesz. Nyilván a csirke megpuhul ebben a tejfölös lében. No. És akkor mehetünk a sütőhöz. Ide fogjuk betenni. Elmérve. Ez is jó lég, jó meleget csinál. Ha meleget, igen, csak nem fog sülni. De sülni fog, rá aggódj. Fogadj meg hagyma. Aha. Jó. Mi kell még bele, hogy olyan, mert olyan fehéres különbözői voltam. Hát meg kell bele egy kicsi tejföl is. A tejföl? Végül is ez is hús, nem tudom. A belsőség. Egy része aztán. Mindig odaig benne, mindig odaig benne. Még lesz volna, ugye? Hát nagy lesz volna, ugye? Kíváncsi vagyok. Csirke mit csinál? Sőt. Ilyen szokott lenni, amit hoznak nektek ki. Igen. Csak még fel kell babérlevél és mustár, igaz? Igen, be kell még habarnom. Meg megkóstolom, hogy jó-e ízre. De egyébként most már jó illata van. De attól még nem ennék belőle. Pedig finom. Azt mondja Tündi, hogy finom, de én akkor sem ennék. Hát láttam, hogy miből szó, készül. Hát elrontani, hogyha úgy csináltad, szerintem nem nagyon láthatod, hát, igen? Tudja. De nincs például szív, meg nyelv, meg ilyen hülyeség. Hát nem baj. Miért a szokott lenni, amit az is ugyanaztak? Állítólag a receptek nagy részében van. Aha. Na jó. De én nem bánom már a szívem. Nézi a sütijét. Ő abba sütött, én ebbe sütöttem. Ő sütit sütött, én húsit sütöttem. Valami ütőséget itt. Narancs van a tetején. Ha tojás megint. Nélküli. Felnőtt, nem? Hát, nem nagyon. Nem nagyon. Na, mi az is. De egy picit igen érzem. Nekem is ki kéne vennem ezt a köpit. Megsült. Tehát az olja oda égett. Abszolút, meg máshol is. Megvan élve. Megvan sűzve. Ide át akarod rakni a... Lehet, hogy átrakom. Nagy elég. Igen, itt melegebb van. Na jó. Itt már nagyon meleg van. Iben, nekem már nagyon melegem van. Na jó. Lehet, hogy nem is jó ez a süti. Lehet, hogy nem ilyet is jó. Ilyet még sosem csináltam. Miért ne lenne jó? Hát minden olyan összetevő benne van, ami kell. Hát nem, mert tojás az nincs. Hát nem baj, hát nem a tojástól lesz jó egy süti. Nem tudom. A tojást majd eszik a... Ez egy új recept, és fogalmam sincs, hogy eszik a csirke és tojás. A csirkén van 4 tojás, majd hozzáképzeljük azt a tojást ja, a sütihez. Jó, van. Nem jó ötlet? Hát, csodálatos ötlet. Ugye, nekem mindig jó ötleteim vannak.
azt mondja, hogy ez, ha jól látom, a köles. Köret. Ez van. Húzzam. Ezt pedig barna rizs, azt nem mutatom meg, mert ez ugyanolyan. És híme. Ilyen lett a... A jó kis meggyes sirke. Puha is, egyébként. Szakrolja, mint a gomba. Ízre is? Vagy hát, állagra? Inkább állagra. Az állagra. De úgy, hogy nem szabad a főzővizét, mert annak szabja van. A főzővizét.